Miről mesélsz? Hát a kintről. Hát kintről, tudja, elment az ember, ez 56-ról beszélek, meg 57. Bevett az ember venni benzint az autójába mondjuk, akkor ott a krapek, aki öntött a izét, a magas F-et úgy fújta, amikor akarta, érti? Szóval a 9-et fújta mindenre, az már jó trombitás volt, aki Magyarországon ezt. De mindegy, szóval ott kint, de azért mondom, a Trump annyi jó trombitás volt, hogy érti, szóval ott hát ez ott nem lehet. Ez olyan, mint hogy Magyarországon valaki idejön és akarna paprikás krumpit főzni és megnyerni a versenyt, tehát az nem fogja tudni egy millióban. Szóval érti, szóval na mindegy, nem tudok mit mondani, nem vagyok ilyen. De szóval ez a trombita, és az apám az trombitás volt tulajdonképpen, ő nagy zenekarban, ugye. Hogy hívták? Scheer. Hát ő játszott a csöpi zenekar, volt egy csöpi nevű zenekar, ott minden Artisan, Glenn Miller, Benny Goodman, a nagy Big Band, four trumpets, négy trombita, négy buzon, öt szakszofon és rhythm section. Zongora. Érti? Szóval ezek, mind játszották ezeket egész 49-ig. Akkor még a kommunisták nem vették, akkor még lehetett ilyeneket csinálni. Tehát aztán 49-ben jött a nagy változás, akkor vége lett ennek a amerikai, nem is tudom, minek hívták el. Szóval ez a, betiltották a jazzt? Persze, hát elfelejtettem azt a szókincset, amit akkor fekete lista? Nem, hát nem vagyok beszélni. Szóval egy ilyen bocsár dolog, érti, szóval a borzalma, a kapitalizmusnak a rettenetessége, érti, szóval nem itódhat bele a magyar lélekbe, érti? Szóval ez volt akkor 49-ben, szóval akkor a nehéz idők voltak. Szóval akkor meleg volt. Hát egy jazzzenésznek az nagyon rosszul jöhetett. De azért érdekes módon, például én ezekben a bálakban, mert itt ott játszottam vasárnap, vagy szombaton, ugye a munkásoknak kellett bálni, ugye este szórakozás. És akkor jó berúgott mindenki a iszonyú rossz piáktól, ilyen mesterkélt, szeszes italok, kevert, meg nem tudom. Hát ami volt? Jó berúgtak, és rosszul is lettek, mert ezek nem tiszta, ez a katyvasz dolgok voltak. Uh-huh. És milyen zene volt? Na szóval mi viszont az ilyen estézéken ott ezek ilyeneket lehetett játszani, ugye, abban az időben ilyesmi volt, hogy Night and Day, Night and Day, Night and Day. Mindegy, szóval ilyen meg Laura, hát én nem tudom ismerni, ezek ilyen régi, hogy mondjam, ezek a, hát az a repertoár, amit az amerikaiak abban a 30-as, 40-es, 50-es években, hát az olyan gyönyörű melódiák és olyan gyönyörű, hát nem, hogyha az, szóval azokat van, szóval az csodálatos. Hát a Van Houston, hát a Stardust Melody, ta-d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 a
Valami ilyesmi. De minden, szóval az csodálatos melódiák. Ezek a melódiák, amik most vannak, nekem ez olyan, hogy mondjam. Szóval nem akarom leminősíteni, de olyan, hogy mondjam, mintha még olyan óvodás gyerekeknek való. Szóval ott van izé az első kord, a tonik, aztán van a négyes, meg az ötös kor, és akkor már kész is a harmónia. Ugye? Néha jön egy szeptet, egy dur, tararare, ugye azért, hogy át tudjon menni az F-be megint. De szóval, ez nem felnőttnek való, szóval. Nem akarom lenézni, de ugyanakkor szóval, én így látom a dolgot, a mindenhez szóval.